Luca napja, avagy a gonosz járó nap. December 13-án az egész magyar nyelvterületen őseink különböző házi praktikákkal és varázslatokkal védekeztek boszorkányok ellen. És nem csak. Fokhagyma, hamu, seprű árejtése, gombócfőzés és más egyéb érdekességek a videóba. Iratkozz fel! Mielőtt nekifognám a lucanapi szokások, hagyományok, babonák bémutatásának, ismerkedjünk egyszer pár alap dologgal s eredettel. Ki es az a luca? S mit fél tőle mindenki? A népi hiedelem kétféle lucát ismer, a jóságost s a gonoszságost. Mivel a videónk nagy részében a miénk féléről a gonoszságosról lesz szó, így most mesélek a videó elején nektek egy cseppet a jóságosról is. Jó néhány kilométerrel a történelmi Nagy Magyarországunktól odébb kell menjünk, Olaszország, pontosabban Szicília szigetire. Élt ott ugyanis egy Lucia nevű lány, akit ma már Szent Lucia néven ismerünk, akit a fény úrnőjeként tartunk számon. Tehetős családból származó leányka volt Lucia, s már a fiatal korában is a jóságos cselekedeteiről volt hírhet, s vagyonát aztán szétosztotta a szegények között, sőt, szüzességet fogadott, hogy Jézusnak szenteli az életét, így mutatva példát a tisztaság s a jóság jegyibe. Tanított és rengeteg emberen segített, gyógyított ott, ahol tudott, de aztán ezek a dolgok miatt elítélték, ahogy már előtte sok más korabeli embert, és végül egy torkába döfött kard végzett vele. Hát igen, a sötét lemaradi bugyuta népség, mint amilyen van mostanában a TikTokon és a Facebookon. Na mindegy. Szent Lucia Németországban, de a skandináv országokban, például Svédországban is nagy-nagy kultusznak örvend még a mai napig. Míg Magyarországon, és itt most nem csak a csonkahonra gondolok, hát inkább a gonoszság, a gonoszféle, a boszorkánság felé ivelt el ez a dolog, és ennél jelesebb nap, mint a Luca napja, nem sok akad a kalendáriumba. Ilyen rusnya teremtés, míg a kalendáriumban sincs. Ami ez ennyi időjárás, szerelmi jóslás köthető, népi hiedelmek, babonák. A ma használatos Gergely naptárunk előtt, a Julianus naptár szerint ez volt az év legrövidebb s legsötétebb napja. Ha jól tudom, ez most december 21-e. Elődeink úgy tartották, hogy ilyenkor nyílik átjáró az élők s a holtak között, és ennek kapcsán akad mesélnivaló bőven. Sajnos mesélnivaló dolog, mert ezek a szokások, hagyományok a múlt században éltek, s ma már elvétve se, vagy esetleg elvétve egy-két idős tudja, s tartsa és még úgy valamennyire ezeket. Luca naptár, Luca tök, s nem töke, ez fontos, Lucának nem volt töke. Luca buza, lucázás, Luca széke, ezekről mind-mind lesz szó mindjárt, csak előtte mondom, hogy van egy csomó új dolog a webshopban, és ha van kedvetek, akkor nézzetek be, leírásban ott lesz a linkje. Néhol a legelső dolog december 13-án az volt, amikor felkeltek, egyből eldugták a seprüköt, hogy nehogy a boszorkányok aztán aznap avval repkedjenek. Nem csak a bánti, hanem a künti, vesszőseprüköt, mindenféle seprüköt eldugtak ilyenkor. Úgy feled a szekrény tetejére, nem kapja meg a boszorkányt. És aztán jöhetett a fokhagyma hely. Csomó ilyen sültelen, vámpiros, bankusos, mumusos filmben láttátok biztos, hogy fokhagymával védekeztek az emberek ezek a szörnyek ellen. Na hát nem csak a filmekben van így, mert őseink is fokhagymáztak ezen a napon eleget. A gazda emberek ilyenkor békánték az ajtós, az ablakkereteket, tornácos házaknál a tornácon az oszlopokot, s aggattak ki fokhagymakoszorukot is. De mi volt akkoriban minden háznál a kincs? Hát az állatok. És ezek sem maradtak ki a hiedelemből, hiszen az estála elejét meghintették hamuval ilyenkor, fokhagymával keresztet húztak a tehányék, disznyók, lovaknak a homlokára. Nem láttad mi, hogy ide belítettem? De fokhagymát ettek akkoriban sokat.
A tyúkokat nem kezdték nefély fokhagymával kárgatni, de nekik is meg volt a szerepik. Mert ezekhez a mocsok dinoszaurusz féle állatokhoz is több babona kötődik. Például az asszonyoknak nem szabadott varni ezen a napon, mert úgy tartották, hogy aki var, az bévarja a tyúkok seggites, és nem lesz tojás. Sőt, a fehér népek ilyenkor nem csinálhattak házi munkát. Semmit. De még a leányok se. Szóval, kedves leány nézőim, jövőre, Luca napján lehet otthon mondani, hogy tümán biza egy hangya petnyit se dolgoztok azon a napon otthon, mert láttátok ezt a videót, tudjátok tőlem, hogy nem szabad ilyenkor dolgozni. Úgyhogy szívesen, és ez az info már megér egy lájkot, nem? Szóval nem lehetett szőni, fonni, mosni, takarítani, sütni, de még sepregetni se. Mondjuk hát, ha reggel a seprüket eldugták, akkor elég nehézes lett volna. Azt mondták, elsepernék a szerencsét a háztól, a mosással kimosnák a gunyákból a szerencsét. És azért nem szabadott a kemencébe BH vitteni, sütni ilyenkor, mert kovásztalan kenyérből kellett ducalepényt csinálni, amit a füttő tetején süttek meg. Csíkmadarason például a tehetősebb emberek lucalepényt osztogattak a szegényebbeknek. És ez a lepény kellett az asztalra kerüljön ezen a napon, és ezt kellett lássa Luca, mert hanem úgy tartották, hogy eszá duvad a kemence, és a jég elveri a buza jövőre. Úgy tartották, ha ezen a napon a legelső vendég, aki belépik a küszöbön, férfi lesz, akkor bika, ha nő, akkor üszőbornyú születik, a gyimesekbe pedig ugyanezt még a bárányokra is kivetítették. Ha valaki pedig vendégként ezen a napon sokat ült az asztalnál, akkor seprűt raktak az asztal alá, avá jelezték, hogy ideje távozzon. Kifelé! Na szerusztok, Manika, mit csináltok, hé? Jó, véltem legelőre, akkor most bikátok születik. Hát szerusz, komolni! Hát kávétok van, jöttem kávézni! Jó, ember, akkor most estén bárányatok születik. A Halloween napjainkban nagy divat, de annak idején Luca napján forogtak tököt. Kiválták ügyesen, és az volt a lényeg, hogy minél csufabbat faricskálnak belőle, tehát szemeket, szájat rajzoltak, belibe gyertyát raktak, és ugye az világított. És akkor ezeket kirakták a ház elé, hogy elűzze a gonosz szellemeket ez is. Én emlékszem, hogy kölykkoromban nekünk is ilyenkor válkáltuk a tököket, minél csufabbot futtunk ki vele a sáncba, mutogattuk egymásnak, hogy ki milyen csinált. Hát igen, régi szép idők. Volt időjárás jósolás, és elég, mert például 12 darab hagyma darabot vettek le egy hagymafájból, a 12 darab a 12 hónapot jelölte, ugyebár ügyesen kirakták egy tálcára, lapítóra, valamire, sót tettek mindegyik darab közepibe, és akkor amelyiknek a közepén ott maradt a só, a száraz hónapot jelentett, és amelyik hónapnak a hagymadarabkája beszívta magába a sót, az azt jelentette, hogy az a hónap igencsak csapadékos lesz. De ugyanúgy Luca buzát ültették, ilyenkor ezen a napon elültették a buzát egy tálacskába a házba, és hogyha karácsonyig kiződült, akkor bőséges termést jelentett a jövő évre nézve, ezt a buzát pedig a karácsonyfa alá rakták be, vagy még sok helyen elvitték a templomba, és avval díszítették a templomot. És akkor ez egy jelkép volt a jövőre nézve, vagy akkor remélték, hogy akkor bőséges termés lesz, és várták az áldást az úrtól. Ezen a napon kölcsön sem mertek senkinek semmit adni, és nem is szabadott, már úgy tartották, hogy boszorkány kézre kerül. Ezért hát egymásnak nem adtak semmit, stréfálkoztak és most jön a kedvencem, most jön az én kedvenc részem. Régebben ezen a napon leakasztották a kapufélfákot, kicserélték a szomszéddal, vagy arrébb vitték, vagy betették a sáncba, bémentek az udvarra, a szekeret szétszették a színből, felvitték a szín felé, ott eszerakták, és a gazda nem szabadott mérges legyen, mert ugye hát az a gonoszságnak a jelképe, a méreg nem szabadott, azért mosolyogva kell menjen, félmászon a szín tetejére, szétszedje a szekeret, levigye és alul újra eszerakja darabokba, kaput és visszakerítse helyre, úgyhogy voltak ilyen olyan tréfálkozások, mókák. És jöjjön egy hagyományos erre a napra, ami állítólag még egy-egy helységen él, én nem tudok róla, de ha ti tudjátok, akkor jelezzétek kommentbe nekem. Ez abból állt, hogy a gyermekek régebből meglátogatták a falu házait, különböző mondókákkal kívántak bőtermést, sok állatot a jövő évre, amiért cserébe tojást kellett adni,
gyümölcsöt adtak még, tésztát, az idősebbek kaptak egy-két kort italt is, és ezt nevezik lucanapi kotyolásnak. Békormozott arccal, ócska göncökbe, ruhadarabokba jártak házról házra, sokszor hajnalba mentek, és azért se szabadott haragudni, hogyha hajnalba álmodból felvárták. Na de mint minden hagyományunkban, ebbe is kijutott a tréfálkozás, a viccelődésnek a háj. Voltak vicces mondókák, sokat kaptok a netten, én ebből csak egyet olvasnék fel. Kicskogy, kicskogy, galagonya kettő, az én tököm is kettő, úgy álljon a fejsze a fába, mint az én pecsem a leányába. De csináltak olyan tes a legények, hogy szalmát loptak innen-onnan, és vitték magikkal a házakhoz, arra reatérgyelták a ház előtt, és úgy mondták a különböző mondókákot, amiből egy csomó ugye ilyen viccelődő gunyos volt, és ezért hamuval öntötték őket ilyenkor le, vagy ők kenték be az öreg asszonyoknak a homlokát hamuval, hogy aznap üljenek jól meg otthon, ugye nem szabadott dolgozni. Olyan vastag szalmák legyen, mint a Mestergerenda! Olyan hosszú kalmászok legyen, mint a falósza! Tudsz a kicskogy, tojjanak a tiktyók, ludjok! Aztán pedig a szalmát a házigazdák bévitték a tyukok alá, hogy sok tojást toljanak. Sokszor a tyukokot, de egyéb más állatokat és tehányeket megvesztőztek, hogy a tyukok sok tojást toljanak, a tehányek sok tejet adjanak, a disznyónak finom legyen a húsa. És akkor jöjjön a szerelmi jóslás. 12 darab cetlire írtak neveket a leányok, ezeket a neveket a cetlikkel együtt berakták sokszor a párnáik alá, és naponta egy-egyet kihúztak, és akkor ugye karácsonyra megtudták az utolsó név, ami maradt a párna alatt, az lesz a jövő évben a férjik. Vagy gombócot főztek, mindegyik gombócba belétettek ugye egy-egy cetlit, és amely gombóc lehamarább fejött a víz tetejére, hát az lesz jövő évben a férjik. Valahol le is jegyezték itt Székelyföldön egy, azt hiszem Ilona vagy Ilonka néni mondta, hogy neki fejött volt egy név, most már nem tudom, mondjuk az Feri. És a másik évben egy bizonyos Fárkó is lett tényleg a párja, férje, és együtt leélték boldogan az életiket. De volt egy olyan es, hogy a leánkák mehettek ilyenkor a disznyó pajtához, és az ódalába belérúgtak, és akkor ahányat röffent vissza a disznyó, annyi év múlva mentek férjhez. Úgyhogy ha valamelyik már jövőbe férjhez akart menni, akkor nyilván halkabban rúgta meg óvatosabban azt ott a pajtát. Egyrészt, hogy nagy szétszakadjon, és másrészt pedig, hogy kevesebben röffentsen a disznyó, ne vegye észre. Közben szólok, hogy csináltam már egyszer egy ilyen babonákról szóló népi hiedelmekről videót, lásd meg azt is. És még egyetlen egy dologról akarok nektek mesélni, a Luca székiről, hát nyilván én nem Luca székre ülök most. Luca napján kezdték el készíteni a Luca széket, ami karácsonyra kellett elkészüljön, minden nap csak egy műveletet szabadott elvégezni rajta. Sok helyen úgy tartsák, hogy 13 féle fából, és sok helyen pedig, hogy 9 féle fából kellett csinálni. Kökény, boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyő, akác, cser és rózsafa. Most meglepődtem, hogy hát a lucfenyőt azt hol hagyták, értitek, Luca napja, lucfenyő, ha-ha. De volt, aki háromlábúnak faragta ezt a széket, volt, aki négynek, mondom, volt, aki hétnek, volt, aki 13-nak. A lényeg az volt, hogy ez szeg se lehetett benne. És ugye 13 nap alatt kellett elkészülni, már hát karácsonyig annyi nap volt, és innen terjedt el az a szólásunk, hogy lassan készül, mint Luca széke. És nem féljetek, nem gyűlt fel a szín alatt, mindenkinek volt otthon 40 év után, vagy 40 Luca széke, nem, nem. Az volt a sorsa a Luca széknek, hogy 26-án az éjjeli szentmisére elvitték magikkal, felálltak rá, és akkor a tüfokán vagy a likas fakalányon keresztül esték, hogy a templomba kik a boszorkányok. Hazaérve pedig el kellett tüzelni. Közben elkezdett pislogni a fény, úgyhogy itt vannak köztünk Lucák, Luca nabáncs. És ez a videóm is olyan lassan készült el, mint a Luca székje, de remélem, hogy kedvet kaptatok, hogy jövőre valamelyik Luca babonát kipróbáljátok, vagy faricskójatok, vagy időjárást jósoljatok. Most pedig jutalmazzátok meg egy lájkkal a videót, kommentbe pedig írd meg, hogy te milyen lucanapi szokás babonát ismersz, már még rengeteg van, és ahány ház annyi füst, ugye úgy szokták mondani, úgyhogy ahány tájegység annyiféle babona. Iratkozz fel kérlek a csatornámra, és a csengőt nyom be, ez fontos lenne nekem és nekedes, már ha nem elvisznek a boszorkányok téged és engem is. Tyúkláb, ludláb, kicskogy, toljanak a tyikkok, ludjok, szerusztok! A pálinkát várom, van
nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak kurkát, elviszem a jurkát. Hey! Egy csibéjük legyen, az is vak legyen! Lutta, lutta, kicsoj, kicsoj, gyere, gyere, kettő, három.